Sziasztok emberek, a mai nap egy reakció videóval készültem nektek, ami a Janet legyen szombaton 5-kor a szökőkútnál. Most küldték nekem ezt a videót nemrég tegnap, azóta nem láttam, és ezt a videót 24-én veszem fel, 23-án küldték a videót, és nem tudom mire számít, csak egyszerűen remélem hasonló lesz, mint például a Sanyika, vagy mint például a Almási Kristóf, vagy valami hasonló videóra számítok, de nem tudom, amire számít csak. A cím Janet legyél szombaton 5-kor a szökőkútnál, nem tudom. Na mindegy, nem is húzom a szót, kezdjük. Szia Janet, figyelj, nagyon régóta tetszett, szeretnék veled beszélni négy szem közt, hogyha lehetne, beszélj, de csak akkor, hogyha nincsen barátod, és szökőkútnál szombaton 5 órakor létszíves legyél már ott. Mi ez a videó? Hogy köszönöm? Ukrán szervkereskedő, aki éppen rabolja el az embereket. Szia Janet! Kérlek szépen, legyél már ott. Éjjel 5-kor a szökőkútnál szombaton. Szeretnék veled játszani egy kicsit. Puszillak, én már most szeretnek. Finom vagy. Puszillak, Janet. Akkor az összemély, aki tud valamit róla, az kéri feje fel velünk a kapcsolatot, és aki megtalálja, az nagyon nagy nyereményben részesül. Na, nézzük tovább. De többit nem mondom, nagyon csinos vagy. Többit nem mondom, de folytatja. Nagyon régóta tetszesz. Tetszesz. A magyarra a lényeg, hogy nincsenek gondjai. Már szerettem volna régóta beszélni vele, de úgy tudtam, hallottam róla, hogy van barátod, addig azért nem szó. Legalább van benne annyi őszinteség, hogy nem hajt rá arra, akinek van pasia. Na, legalább van benne ennyi. Voltam neked, már én nem vagyok olyan fér, az a... Férfi az a srác, vagy aki... Férfi az a srác! Jaj! Szóval érted, ha nincsen barátod, akkor légy szíves, legyél ott a szökőkútnál 5 órakor, jó? Szívem, nagyon szeretlek már most. Csinos vagy nagy. Szívem, nagyon szeretlek már most. Már szívemnek becézgeti. Az aztán. Nagyon. Amit tudok, megadok neked mindent, meg fogok neked adni mindent. Nem tudom, hogy tudod-e róla, hogy hol, mint vagyok most. A nénémnél lakok, az etesenémnél. A házam. Látom, az emesenédnél. Van egy medence, szóval komplett strandotok van. Jó. Van most a bandék laknak, albéletben, az mindig mennyi, 20 év vannak ottan. És a... az mindegy, mennyiért 20 év vannak ottan. De ha mindegy, akkor mi mondod el? 20 év vannak ottan. Azt mondta nekem a bátyám és a neném is, néném. Néné! A neném is. De aranyos a srác, hogy így videót üzen a Janetnek, hogy szereti meg, hogy rendőrni szeretne, mert aranyos, csak vicces. Hogy amint lesz barátnő, ő ismer tégedet, tudja, hogy nem vagy olyan, mint a többi nő. Ő nem olyan, mint a többi, neki nincsen. Suna. Hogy csak arra az alkalomra, nem csak arra az alkalomra kell lenni nekem, Janet, ami megtörténik, az, aminek meg kell. Az, aminek meg kell történik. Arra gondol, hogy együtt fognak kenyeret vágni, meg kenni, és annak meg kell történnie. Ne rossz, aki rosszra gondol. Előbb-utóbb persze, mert hogy tetszett nagyon, és nem csak erre az alkalomra kell lenni. Na, én együtt szeretnék veled élni, már nagyon csinos vagy. Azért szeretném vele együtt élni, mert nagyon csinos. Ez kiderül, hogy egy bérgyilkos, idegbeteg, önző, fogyatékos nő, de attól még csinos, hát nem, hát ezzel szeretnék együtt élni. Bár jó, nem biztos, én csak poénkodok, lehet, hogy tényleg szép, meg okos a lány, de mindegy. Egyszerűen vicces. Tetszesz. És megígérem neked azt, hogy nem... Szandázok nincs, nem megy a kamerás, hogy szandázok nincs. Műséges típus leszek hozzád, mindvégig, amíg élünk. Amíg értek. Örökre foglak szeretni, nem foglak átlejteni. Szívembe leszel addig, amíg már most... Szeretlek nagyon. Ezt már hallottuk egyszer. Visszaemlékszem, amikor mondtam neked, hogy a számom megadtam,
amint feltűltöm a kártyámat, nem tudom, én 70-es vagyok. Akkor mondtam neked, hogy számodat megadtam. Csak nem lenné 70-es, veszem egy kártyát, és akkor hétvégén tudnánk beszélni ingyen is. Szóval vasárnap. De légy szíves, legyél mart mindenféleképpen, szeretnék veled beszélni, Janet. De aranyos. A férfik általában, férfiak általában bombont, meg ilyeneket vesznek a barátnőjüknek, csoki, meg ilyenek. De ő vesz neki egy 70-es kártyát. Mi az, Vodafone reklám, vagy what the hell? Remélem elment a Zsanett hozzá. Csökök útnál 5 órakra. Puszillak. Csókollak, Zsanett. Na ennyi volt a videó. Összegzésnek aranyos a srác, hogy így videóban szeretne neki szerelmet üzenni, meg elhívja randizni. Nem tudom, hogy miért lett ennyire híres ez a videó, hát végül is hát egyértelműen azért, mert vicces, de hogy egyszerűen hogy szivárgott ki ez, nem értem, de mindegy. Nagyon aranyos a srác, hogy ilyen szerelmet, szerelmes leveget küld egy embernek, és ennyi igazából vicces, meg minden. Köszönöm, hogy voltatok ebben a videóban, ha tetszett, nyomtok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!